Köszöntöm nézőinket, kezdődik a kilátó. Műsorunk első felében belekanalazunk a Kocsonya Fesztivál programkavalkádjába, majd a 100 klímasemleges európai város misszió jó gyakorlatairól beszélgetünk. Tartsanak velünk! Füstölcsülök, bőrke, fülefarka, sok fokhagyma és türelem. A régi szakácskönyvek szerint ez a jó kocsonya titka. Arról pedig, hogy a jó kocsonya fesztiválnak mi a receptje, Petruskó Norberttel, a Városháza sajtómunkatársával beszélgetünk. Üdvözlöm! Jó estét kívánok és köszöntöm a nézőket! Közeledik a kocsonya fesztivál, amit mindig nagy várakozás övez. Mire számíthatnak idén a miskolciak? Kocsonyára, fesztiválra, rengeteg programra, ahogyan azt már megszokhatták. Az immár egy igazi miskolci brandnek, miskolci hagyománynak számító Miskolci Kocsonya Fesztiválon. Idén ugye március 8-án, 9-én és 10-én 3 napon keresztül várja majd rendkívül színes könnyűzenei, gasztronómiai, irodalmi, művészeti, színházi, felsorolni is nehéz, hogy mennyi minden, milyen jellegű programokkal. Az érdeklődés nem csak Miskolcról, hanem ahogyan azt már megszokhattuk az elmúlt években, vagy túlzás nélkül mondhatom azt is, hogy évtizedekben, hogy egyre többen érkeznek más településekről, illetve akár a határon túlról is. A fesztivál most tényleg nagyon-nagyon sok kísérő rendezvénnyel együtt zajlik majd. Lesznek olyan programok is, amelyek nem közvetlenül szervesen a fesztivál részét jelentik, de ugyanabban az időben zajlanak, erről részletesebben is, hogyha lehet, akkor majd beszélnék. Viszont azt nagyon fontos megemlíteni, hogy idén is három színpad lesz, az egyik a Villanyrendőrnél, a másik a Szent István téren, a harmadik az pedig az Erzsébet téren, ez ugye a három fő színpad. Ezen kívül azonban lesznek még kiemelt helyszínei a Kocsonya Fesztiválnak, az egyik ilyen a Miskolci Nemzeti Színház környéke, a másik a Művészetek Háza, a harmadik az pedig a Színvaterasz, és ahogyan azt már megszokhatták a Kocsonya Fesztivál látogatók, a főutca meg fog telni most is élettel, rengeteg bódé, elárusítóhely lesz, gasztronómiai, emléktárgyakat lehet majd vásárolni, és rengeteg olyan kísérő rendezvény is, amelyek talán picit akár újdonságnak is nevezhetők, krimíróval folytatott beszélgetés, de a részleteket majd később. Tegyünk akkor egy virtuális séfajánlatot a nézőink elé. Mik azok a programok, amiket érdemes kiemelni, és mindenképpen érdemes rájuk felhívni a figyelmet? Rendkívül változatosak a programok, akkor, hogyha megengedi szerkesztő úr, egy pici rövid összefoglalással kezdeném, hogy a könnyűzenei koncertek javarésze, vagy a nagyobb koncertek, azok a már említett három színpadon zajlanak majd. A Villanyrendőr színpadnál, az Erzsébet téren, illetve a főszínpadon, a nagy színpadon, a Szent István téren. De ezek mellett lesznek külön olyan helyszínek és olyan csatlakozó intézmények is, mint például a Miskolci Herman Ottó Múzeum és a Miskolci Galéria, amelynek minden épületében profilba vágó programokkal készülnek a Kocsonya Fesztiválra, itt a képzőművészet, a népművészet, a színház lesz a középpontban is, persze a múzeológia, de azt nagyon fontos megjegyezni, hogy mindez kicsit ilyen kalandosabb, érdekesebb, fiatalok számára is könnyeden befogadható formában. És a színvateraszon pedig lesz egy színvateraszporond, egy cirkuszi sátor és egy civil utca is. Az, hogy a Kocsonya Fesztivál megmutassa, hogy milyen színes Miskolc, hogy mennyire kreatív Miskolc, hogy mennyire sokrétű ez a város, az most már évek óta, amióta újraindult a fesztivál, azóta azt mondhatjuk, hogy de korábban is egyébként egy kifejezetten erősen megfogalmazott és a középpontba állított célkitűzése volt a városnak, illetve a szervezőknek, ez most sem lesz másképp. Tehát ezek a fő helyszínek, hogyha egy picit egyszerű logikával gondolkodunk, akkor nagyjából sejthetjük, hogy a színház környékén ott elsősorban a színházhoz, a színházművészethez kapcsolódó programok lesznek. Rögtön a nyitónapon például a Béka szeme mindent lát címmel, az ország első külszínházának művészei egy előadást mutatnak be, de itt rendkívül sokféle program lesz. Lesz irodalmi sátor Zemlényi Attilával és csapatával, illetve, amit már említettem az imént, a Művészetek Háza előtti, nevezzük placnak, mert ott ilyen könnyedebb, szórakoztatóbb típusú programok lesznek, de természetesen kulturális jegyekkel, kulturális utalásokkal. Itt például krimiíróval, egy miskolci krimiíróval is beszélgetnek majd, aki Sorsod Borsod címmel írt nemrég egy, azt hiszem nyugodtan mondhatjuk, hogy nagy sikerű krimit, de például akár békacombevő versenyben le lehet majd győzni Harsányi Attila színművészt is,
és ha jól tudom, akkor szerkesztő úr ebben személyesen is érintett, úgyhogy biztosan részletesen ismeri az itteni rendkívül kreatívan és egyébként tényleg sokszínűen összeállított programokat. De azt is meg kell említenünk, hogy a fesztivállal egy időben zajlik majd az avasi kvaterka is, tehát aki szeretne egy kicsit borozni, fröccsözni, az nyugodtan megteheti, és természetesen ezen a hétvégén lesz majd régiségvásár is, ami a miskolciak egyik nagy kedvence, talán most egy picit kiegészülve a Kocsonya Fesztiválra jellemző fesztivál hangulattal. Ezek a programok, ez a kavalkád mennyire erősíti egymást? Nincsenek esetleg ellenpórusai így a város különböző részeiben, vagy itt a belváros különböző részeiben? Én azt gondolom, hogy nincsenek. Ugyanis ezek mind olyan helyszínek, amelyek közel vannak egymáshoz. Tehát itt nem kell nagy távokat sétálni ahhoz, hogy valaki egy könnyűzenei koncert után mondjuk egy színművészeti produkcióba kapjon betekintést, vagy mondjuk egy performance-ba, mert hogy performance-ok is lesznek. De aki mondjuk a Színész Múzeumban szeretne papírszínházat készíteni, az is megteheti. Vagy aki Müller Péter Szijjámival szeretne zenét szerezni, akkor erre is lesz lehetősége. És mindez egy pár perces sétányira egymástól. Tehát, hogyha megnézzük a távokat, mondjuk a Szent István tértől a Villanyrendőrig, akkor ez egy 5 perces séta. Fesztivál forgatagban, hál' Istennek azt tudjuk, hogy a Kocsonya Fesztiválon mindig megtelik a főutca, ott lehet, hogy 10 perc lesz, amire majd átfúrja magát valaki a tömegen, de ezt azt gondolom, hogy ez csak azt mutatja, hogy a fesztivál programja és kínálata immár kiszámíthatóan hoz egy olyan minőséget, ami miatt érdemes itt lenni, és ami miatt megtelik a főutca. És olyan sokrétűek ezek a programok, tényleg a könnyűzenétől a könnyed kulturális programokon keresztül egészen a magas kultúráig, vagy a civilek megjelenéséig, civil programokig, vagy akár a cirkuszi produkcióig, bábszínházi produkciókig, hogy itt az egészen kisgyermeket nevelő családoktól, a magas kultúra szerelmeseig, vagy aki csak bulizni szeretne egy rock vagy egy pop koncerten, azok mind meg tudják tenni. És még egyszer mondom, hogy úgy, hogy gyakorlatilag 10 percnél többet sehová sem kell sétálniuk itt a belvárosban. Színpadokat már említettünk, esetleg fellépőkről is tudunk beszélni? Tudunk fellépőkről is beszélni, természetesen ehhez viszont egy picit puskáznom kell, ugyanis olyan sok a fellépő, hogy ezt szerintem ember nem tudja megjegyezni fejből, úgyhogy én is összeírtam magamnak, hogy pontosan milyen fellépőkre lehet majd számítani. Hogyha most a könnyűzenei programokról beszélünk, akkor talán néhány húzónevet, hogyha megemlítek, akkor az mindenki számára egyértelművé teszi, hogy mennyire színes lesz a választék. Kowalski, Megavega, Well Hello, Náksi, Paddy and the Rats, P-Mobile, Jamina, Lotfi Begi, Ergo, Berecki Zoltán. Tehát nagyon sok olyan fellépő van, ami különböző stílusokat képvisel. Nyilvánvalóan azért, hogy itt az is megtalálja a számítását, aki mondjuk egy könnyedebb, vagy egy kicsit nosztalgikusabb Ergo koncertre vágyik, vagy az is, aki mondjuk miskolci zenekarokat hallgatna, mert lesznek miskolci zenekarok is, aki zúzna egyet mondjuk egy zenemire, vagy aki egy DJ-re, egy DJ-szetre szeretne táncolni. Napi bontásban is megtekinthetők egyébként ezek a programok. Én most a műsoridőre való tekintettel nem kezdeném el felsorolni, mert valóban rengeteg van. A Kocsonya Fesztivál hivatalos honlapján napi bontásban megtekinthetők a könnyűzenei programok is, a civil programok is, a különböző helyszíneken rendezett programok a színháztól elkezdve egészen a műha előtti placig. Minden egyes program napi bontásban is időpont szerint kezdéstől megtekinthető, úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, hogy aki kíváncsi az egészen részletes, minden részlete kiterjedő programra, az menjen fel erre a weblapra is, bátran böngésze végig. Gyakran nevezik a Kocsonya Fesztivált a régió legnagyobb gasztronómiai eseményének. Ezen a fronton mi várható idén? Én azt gondolom, hogy ugyanaz, ami eddig, változatos gasztronómiai kínálat, a középpontban természetesen a fesztivál jellegéből és nevéből, illetve a miskolci legendából, amely megszülte ezt a fesztivált annó, adódóan az a kocsonya. Én biztos vagyok benne, hogy most is többféle különleges kocsonya közül válogathatnak majd azok, akik szeretik a kocsonyát, akik viszont nem szeretik a kocsonyát, csak a Kocsonya Fesztivál hangulatát szeretik, azok, ahogyan az elmúlt években is egyébként, rengeteg különböző íz és ételtípus között választhatnak, hiszen most is lesznek majd különböző gasztronómiai vállalkozások kitelepülve, egészen a girosztától, ami egy fesztiválnak szerintem a megkerülhetetlen eleme, a könnyűzenei fesztiváloktól, a gasztronómiai fesztiválokon most már mindenhol biztos, hogy az stabil és fix, hogy girosztálat lehet vásárolni. Kenyérlepény. Pontosan ezekre gondolok, hogy ezek valószínűleg most is
nagy választékban, különböző formákban, ízekben, illatokban és kivitelezési módokban is elfogyaszthatók lesznek, de természetesen hangsúly az most is a kocsonyái. Egy ilyen fesztiválon nem csak a fesztiválozók, hanem a vendéglátók is nagy számmal képviseltetik magukat. Eddig hány helybérletet sikerült eladni a 3 napra a városnak? A pontos számokról a fesztivált szervező cég tud beszámolni. Én azt tudom mondani, hogy a fesztivál az eddig is, és várhatóan most is teltházas lesz. Nem csak a látogatók tekintetében, hanem ahogy néztük a programokat, illetve az elárusító helyeket tekintve is. Ugyanis ez a fesztivál most már, azt hiszem nyugodtan mondhatom, hogy az elmúlt évtizedekben egy igazi miskolci brandé nőtte ki magát. Ez egy olyan miskolci különlegesség, amelyhez hasonló nincs máshol. Ami csak itt van, csak Miskolcon van, és amiért, ha a legutóbbi alkalomra gondol, tele volt a főutca, alig lehetett mozdulni. Valóban egy 5 perces séta az 10 percessé vált, annyira sokan tolongtak. Tehát ez egy olyan rendezvény ma már, ami kifejezetten jó hívószó. Nem csak a turistáknak, nem csak az ide látogatóknak, nem csak a miskolciaknak, hanem azoknak a gasztronómiai és egyéb vállalkozásoknak is, akik szeretnének nagy közönség előtt megjelenni, szeretnének minél több terméket értékesíteni. Hiszen itt valóban, ha belegondolunk, hogyha bármilyen szolgáltatóval beszélnek, vagy készítenek esetleg interjút, szállásadóval, gasztronómiai vállalkozóval, akkor valószínűleg meg fogja erősíteni, ami az elmúlt években, évtizedekben szinte mindig így volt, hogy ebben az időszakban betelnek a miskolci szállodák, betelnek a miskolci vendéglátóhelyek, gyakorlatilag tele vannak foglalással, és ugye ami a fesztiválnak még egy hozadék, az nem csupán az, hogy eljönnek az emberek és itt vannak a fesztivál programjain, hanem a 3 nap, mondjuk úgy, hogy holt időszakaiban, amikor éppen nincs fesztivál rendezvény, vagy nem olyan jellegű fesztivál rendezvények vannak, amelyek az egész főutcát képesek megtölteni, kisebb rendezvények, foglalkoztatóház, performanszok, bármilyen ilyesmi rendezvényre gondolok, akkor azért jó eséllyel az, aki ide látogatott egy másik városból, vagy mondjuk a határon túlról Miskolcra, az ebben az időszakban valószínűleg kimegy Tapolcára, sétál egyet a megújított tapolcai organikus parkban, a tó körül, beül, eszik egy lángost, iszik egy kávét, egy sört, vagy megebédel, megvacsorázik, de az is lehet, hogy fogja magát és elmegy Lilafüredre. És ott is sétál egyet, vagy egy ottani szolgáltatónak a szolgáltatásait vesz igénybe. És ugyanígy ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy ebből a fesztiválból profitálhatnak az itteni gasztronómiai vállalkozások is, hiszen azok a jó hírű, vagy akár Michelin ajánlású éttermek, amelyek itt vannak a városban. Ha az ember elutazik x kilométer távolságra egy fesztiválra, és tudja, hogy vannak a településen ilyenek, akkor alig hanem már betér és kipróbálja azokat is. Tehát a fesztivál ilyen szempontból egy picit túlmutat magán, ez nem csak a fesztivál szervezőinek, nem csak a fesztiválozóknak jó, hanem azt gondolom, hogy jó a városnak magának, és az itt működő turisztikai, illetve szolgáltató vállalkozásoknak és gasztronómiai vállalkozásoknak, hiszen egy olyan időszakról beszélünk, amikor a város megtelik. Nem csak a főutca, hanem még egyszer mondom, a szálláshelyek, és ez Miskolc gazdaságának, az itteni vállalkozásoknak is jó. Összefoglalva tehát, olyan programokra számíthatnak a miskolciak és az ide érkező turisták egyaránt, amitől pislogni fognak, mint ez a bizonyos béka abban a bizonyos kocsonyában. Pontosan. Én azt gondolom, hogy pislognak majd, és én remélem, hogy attól, hogy milyen jó, milyen klassz ismét ez a fesztivál, milyen széleskörű a programok és a lehetőségek köre, és akár mondjuk attól is, hogyha egy ilyen említett gasztronómiai helyre betérve megkóstolják, hogy mi minden van Miskolcon, amit nem is sejtenének, hogy itt milyen értékek vannak ebben a városban. De én amikor először elmentem a Horváth tetőre, ami ugyancsak a belváros szívében van, hiszen 2 perc séta a főtértől, én megdöbbentem, hogy úristen, nekünk van egy ilyen játszóterünk. De ugyanígy a tapolcai őspark, illetve a tó környezet az egy olyan unikum, ami kifejezetten Miskolci, és ami szerintem megér egy sétát, megér egy több órás ott létet. És én bízom benne, hogy azok, akik eljönnek fesztiválozni, azok nem csak a fesztivál programjait fedezik majd fel, hanem Miskolcnak ezeket a nem is rejtett, csak talán kevéssé ismert értékeit. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget. A héten már volt szó a Cool Miskolc misszióról, akkor a kapcsolatépítés és a partnerség állt a középpontban. Mai adásunkban a zöldítésre fókuszálunk. Vendégem a stúdióban Cifrusz Natália, miskolci főkertész. Üdvözlöm! Üdvözlöm, jó napot kívánok!
A 100 klímasemleges európai város misszió jó gyakorlatai közül milyen példákat érdemes kiemelni, amik a zöldítést támogatják? Nagyon sok hasznos és jó példa volt az elmúlt időszakban, amelyet ehhez a programhoz csatolni tudunk. Ezek általában a részvételi programokból merítenek erőt. Nagyon sok jó gyakorlatot tudunk most már felmutatni Miskolcon. Ilyenek például a Fogadj örökbe egy közterületet program, amit az én egyik nagy kedvencem és a fő koordinálásom alatt zajlik. De ezen kívül számos az ötletmaratonon, a részvételi programokban, a részvételi költségvetésnek a ötletgyűjtéseiben, szavazásaiban rengeteg olyan ötlet jön a városlakóktól, amelyeknek a célja és az eredménye mind azt szolgálja, hogy ebben a klímasemlegességi misszióban előre tudjunk haladni és lépéseket tudjunk tenni. És miért fontos ez a kérdés Miskolc számára? Én azt gondolom, hogy a kérdés nem csak Miskolc számára fontos, hanem nagyon fontos az egész világ számára. Ebben a misszióban 100 kiválasztott európai város között Miskolc arra kapott lehetőséget, hogy igyekezzen olyan gyakorlatot kialakítani, olyan példákat kijárni, kitaposni, olyan utat, amely segít elérni azt a célt, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátását nagy mértékben csökkentsük. És ez a misszióban mi egy felhatalmazást kaptunk arra, hogy ebben egy kicsit előre tekintsünk, és ebbe kitapossuk az utat a többiek számára. Milyen intézkedések, kezdeményezések segíthetik a zöld törekvéseket? Mindenképpen fontosnak gondolom azt, hogy óriási nagy szemléletformálásra és szemléletváltásra van szükség, és kicsit ebből a biofób szemléletből, illetve életformából, amifelé egyre inkább megyünk mi városi emberek, egy kicsit tekintsünk ki, és próbáljuk meg felismerni a természeti környezetünknek az értékeit, és annak a hasznát, amelyek nem csak a saját egészségünkre vannak nagyon jó hatással, hanem az életkörülményeinket biztosítják és javítják. Gondolok itt arra is például, hogy a saját életterünket hogyan alakítjuk ki, milyen apró dolgokkal tudjuk a saját életkörülményeinket és feltételeinket javítani. Akár a vásárlások során a fölösleges dolgoknak a mellőzése, de akár az is apró, de nagyon fontos lépés, hogy a kertünkben a fümet milyen magasságban hagyjuk. Nem el kell engedni egy kicsit a pázsitot, kicsit ki kell lépnünk a komfortzónánkból, és felismerni azt, hogy az a akár gyepes felület is nem csak a mi kertünk, hanem esetleg más élőlényeknek az élőhelye. Legyen itt akár bármilyen rovar, madár, beporzók, hogy nekik is életteret tudjunk biztosítani. Nagyon fontos, hogy a burkolatokat próbáljuk meg visszaszorítani az életünkben, hiszen olyan anyagköltség és pénzigényes felületeket alakítunk ki, amelyek nem biztos, hogy mindenképpen szükségesek a kényelmes életünk fenntartásához, és mindamellett olyan hősziget hatásokat tudunk velük produkálni, ami már az egészségkárosító értékeket is majdhogy nem eléri. Ha már burkolatok, akkor az utóbbi időben drasztikusabbnak tűnő figyelemfelkeltő kezdeményezés volt a betonfeltörés azokon a helyeken, ahol feleslegessé vált a betonburkolat. Milyen konkrét kezdeményezés kapcsolódik ehhez? Így van, a második ötletmaratonnak az egyik ötlete volt ez, hogy betonból zöldet varázsoljanak. És ez a program most már, ez a kezdeményezés ott tart, hogy ennek a folyamatos egyeztetése megy, és zajlik annak a helyszínnek a megtalálása és kijelölése, ahol ez a kis aktív csapat képes lesz a burkolatot felszámolni, és helyére valami más élő növényzettel, fával, vagy cserjével, gyeppel kialakított felületet létrehozni. Ez is pontosan jól rávilágít arra, hogy az épített környezet rovására szorítottuk ki a természetet a városból, és most már ezt vissza kell engedjük. Konkrétumot tudunk erre mondani, mit törünk fel, mit növesztünk a helyén? Még a pontos helyszín nincs meg, tehát itt egészen biztosan a helyszínre kell adaptálni majd azt a lehetőséget, hogy mit fogunk oda ültetni. Egészen biztos az, hogy a burkolat felszámolásra kerül, és abban
a rétegrendjének megfelelően termő talajt kell behordani, tehát ott egy teljes talajcserét kell végezni, és attól függően, hogy ma a terület adottságai mit tesznek lehetővé, esetleg közművel érintette a terület, lehet tovább gondolkodni abban, hogy mit ültetünk helyette. Itt akár az évelőktől kezdve a gyepen keresztül az alacsony cserjék, magas cserjék, vagy a szerencsés az adottságú a helyszín, akkor fát vagy több fát is lehet ültetni. Hogyan kapcsolódhatnak a szerveződések, cégek, lakosok az ilyen irányú folyamatokhoz? Mit tehetünk a vállalati vagy a lakókörnyezetünkben a zöldítésért? Elsősorban azt javaslom, hogy tájékozódjunk. Keressük meg azokat a csatornákat, ahol ezeket az információkat el tudjuk érni. Erre létrejött egy honlap, a tervezzükmiskolcot.hu. Ennek egy aloldala működik, a Cool Miskolc, ahol mindenféle információt el lehet érni, nem csak a tudástárat és előzetes információkat, hanem ott már közvetlen csatlakozási lehetőség is van, akár vállalatok, akár magánszemélyek részére nyilatkozatok kitöltésével. De jelen vagyunk a Cool Miskolc Facebook csoporttal a közösségi médiában is, ahol rendszeresen frissítjük a tartalmakat. Még egy utolsó kérdés, hogyan látja Miskolcon, mennyire találnak befogadó fülekre a zöld szavak? Én azt gondolom, hogy nagyon nagy alulról jövő kezdeményezés van. Egyre többen ismerik föl, és talán a néhány évtizeddel ezelőtt elindított környezeti nevelésnek a hangsúlyozása, az most már kezd beérni, és nem csak a fiatalok, de már a középkorú korosztály is kicsit másként tekint arra, hogy lehet egy élhető várost létrehozni, és hogy lehet egy élhető városban működni, élni, és milyen hasznokat jelent ez a városlakóknak a mindennapi életükben. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy itt volt. Nézőinknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Ennyi volt mára a kilátó. Következő alkalommal is tartsanak velünk.